Hát akkor, ha elkezdjük, nem baj, ugye? Jó, még egy kérdésem van. Aztán tényleg nyugodtan lehet nemmel válaszolni. A múltkor ugye föltettem a videót, amit a konferen ezt a videó megbeszélés este a honlapra, nem tudom, látta-e valaki. A Lesson 1-nek a végére oda tettem a magyarázatot, hogy nem egy nagy munka, de megvágtam úgy, hogy senki ne szerepeljen rajta, mert hát ehhez beleegyezéseteket kell adni, hogy zavar valakit, hogyha nem vágom meg, és úgy tesszük föl? Most erre próbálja valaki azt mondani, hogy igen, de valójában Válaszoltunk nemmel. jó, szerintem két perces munka egyébként, csak azért kicsit egyszerűbb, hogyha de ha valaki szól, akkor kivágom, tehát mert valójában na, akkor én azt gondolom, hogy akkor elkezdenénk a dolgot. Ugye a menet az, aki itt volt 3 hete, az tudja, hogy nagyjából eseteket beszélünk meg. Jó, akkor elindítom újra. Hát itt két témánk lesz, ez egy papilláris rák itt. Bocsánat, elindítom még egyszer, hogy tájékozódni tudjunk topográfiailag. Tehát ugye jobb lebenyben vagyunk, itt az artéria, itt a trahea, itt van egy benignusnak bizonyult göbb, és a lebeny alsó részén egy ennél jóval nagyobb papilláris rák most villant be, tele van mikrokalcifikációval ez az eset. Itt. Ez, amiről a múltkor beszéltünk, ez a backwall figura, aki múltkor itt volt, az már nagyon képbe lehet vele. Tehát ciszta mögött pontszerű, tehát ez egy nagyon-nagyon első blikre nagyon könnyen mikrokalcifikációnak tekinthető, de az ember megnézi, vagy lesz a magyarázó videón egy megállítás. Itt megint utalok arra, hogy vonal, pont, vonalszerű, és majdnem minden pontszerű előtt világosan ott van a fekete cisztikus terület. Tehát ez, amit a leggyakrabban mikrokalcifikációnak véleményeznek. Itt most megállítottam a képet, ez nem papilláris rák lett, ez egy benignus hiperpláziás nodulus lett, ez lett a papilláris rák. Tehát ezek a backwall cystic figures. Most az egésznek annyi a veleje, hogy ez gyakorlatilag, ha megnézzük ennek a göbnek az eugenitását, ami ráknak bizonyult, ez nagyon közel van az EHO normálhoz. Kicsit visszább megyek. Tehát vannak benne megint, amit az előbb a Boglárka kérdezett, amire még kitérek, ez itt egy hiperehogén része. Itt a cisztát nem szoktuk beleszámolni az eugenitásba, tehát hogyha ezt a szöveti részt megnézzük, ez egy mérsékelten EHO szegény, de az göb egésze az közel van az EHO normálhoz. De hát nem egy eszközünk van, hanem sok eszközünk, több eszközünk van, tehát ugye ez a mikrokalcifikáció, amit majd a következő magyarázó videóban jobban lehet látni, azért az eldöntött. Tehát ez egy ultrahangvezérelt szúrás, hát ennek most itt sok tétje nincsen, hogy ezt mutatom, de itt azért mutatom, itt indul a tű, tehát aki nem csinált ilyet, az itt mozog, és akkor valahol itt meg fog jelenni a tű vége. Itt a végén, itt volt a tű. Visszatekerem egy kicsit, hogy lássátok, tehát itt fog följönni a tű vége. Ez a biztos jele, hogy a göbön belül vagyunk. Tehát itt keressétek majd. Most jelenik meg, nem tudom, láttátok-e. Jó, na jó, nem ez a téma. Jó, tehát ez volt az alapbeállítással a dolog. És akkor megyek a másik, a magyarázós videóra. Tehát most itt ugye ez egy két osztott képernyő, ez a jó undatú göb, ez meg a nem jó undatú. Lehet, hogy ezt kétszer lejátszom, tehát most csak ezt a göböt nézzétek a backfile figura érdekében, hogy nagyon sok helyen pontszerűnek tűnik, de az ember megállítja, megnézi, mondom, fönt van az interneten, ha valaki kétsége van, akkor nézze meg alaposan, lassított módon. Ezek előtt szinte kivétel nélkül egyértelműen cisztikus területek vannak. Úgyhogy most végpörgetjük, és akkor mindjárt elindítom még egyszer, és akkor másodjára a papilláris rákot érdemes figyelni.
ezek előtt, a pontszerők előtt szinte sehol nincsen ilyen egyértelmű cisztikus terület. Tehát ez egy többszörös cisztikus gömb, ebben ilyen apró, abszolút fekete pöttyöket lehet látni, de ezek világosan, hát lehet, hogy most aki kezdő nem világos, de ez egy számos mikrokalcifikációt tartalmazó. Ez tulajdonképpen az a Starry Sky fenomenon, ami ugye ez a csillagos ég fenomenon, ahol rengeteg ilyen fehér csillagszerűnek lehet látni, erről nevezték ezt el. Tehát ebben nem egy-egy mikrokalcifikáció, hanem tele van mikrokalcifikáció. Nem tudom, ez egyértelmű volt-e annak, akinek kevesebb gyakorlata van? Ez gyönyörűen látszódott, Tamás. Jó, oké, jó. Tehát itt ez. Na most itt a probléma a következő, itt ennél nem magyaráztam már tovább, de valójában ez egy ehonormál gömb, ahol most akkor rámegyek a PowerPoint-osra. Szerintem mindjárt megszakadunk, és akkor újra kell indítanunk, de akkor folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk. Hol a PowerPoint? Nem is tudom, hova menjek. Hát nem ide tartozik, bocsánat, elnézést, ez nem egészen ide tartozik. Tulajdonképpen ezzel akartam kezdeni, nem véletlenül ezzel akartam kezdeni, ezt elfejtettem. Akkor most egy kis szünet az utolsó eset előtt. Tehát, hogy mi ennek az ehogenitásnak a jelentősége? Ennek az a jelentősége, hogy ugyan nem minden guideline sorolja a hipohegonitást a gyanús jelek közé, gyakorlatilag az, amelyik különbséget tesz az enyhe és a kifejezett ehogenitás között, az a kifejezett ehogenitás gyanús jelnek tekinti. De gyakorlatilag három guideline különbözteti meg a ehogenitás mértéke szerint a göböket. Ahol megkülönbözteti, egyértelmű gyanús jel, és hogy gyakorlatilag egyből a deep hypoehogenicity az egyértelműen a legmagasabb tirac kategóriába sorolja az elváltozást. Ahol nem különbözteti meg az ATA és a koreai, ott viszont feltétele az, hogy bármilyen másik gyanús jel és hipoehogenitás esetén sorolható a leggyanúsabb kategóriában az elváltozás. Tehát ugyan nem úgy, mint a mikrokalcifikáció, meg az irreguláris határ és a Toller-Dan-White sign, meg némelyiknél az extratidális terjedés, tehát nem mindegyik sorolja expressis verbis a gyanús jelek közé, de mégis ez a legfontosabb jelünk, az ehogenitás, a hipohegonitás a besorolásnál, mert vagy önmagában mégis gyanús jel, vagy ha nem, mert nem tesz megkülönböztetést a különböző mértékek között, ez a két rendszer, ott viszont feltétele annak, hogy egy gyanús jelet csak akkor értékelek igazán, hogyha a gömb hipohegogén. És akkor itt azért mégiscsak visszakapcsolódok az előző esetre, a koreai tirac ezt a tele mikrokalcifikációval göböt nem sorolná az ötös kategóriába, hanem csak a négyesbe sorolná, mert feltétele ahhoz, hogy a leggyanúsabbba sorolja, hogy hipoehogén legyen. Tehát az izoehogén gyanús jelet mutató göbbel nem tud mit kezdeni. Ez ugye elég paradox, mert megnéztük, tele van mikrokalcifikációval, vagy volt ez az előző göb. Az atánál még rosszabb a helyzet, mert az atánál csoportosíthatatlan az a göb, amelyik gyanús jelet mutat, és nem hipoehogén. Na, tehát ez kicsit összekutyultam a dolgot, de még egyszer, tehát az egész dolog azért nagyon fontos, és tudom, a legfontosabb jegyünk egy göb ehogenitása, mert az alapja a további teendők meghatározásának. És akkor szerintem itt azért elkezdem az utolsó esetet, rossz esetben félbeszakítjuk. 5 percen belül érünk véget, nekem kiírta, lehet, hogy nektek is kiírta, akkor elkezdjük, mert 5 perc is 5 perc, és amint megszakadunk, akkor a másikra rámegyünk, jó? Akkor jó. Azt mondja, hogy el kell indítani ezt a... Egy gyors kérdés. Hát több is lehet, bármikor félbeszakíthatok, nyugodtan szakítsatok, félbe, mondjad. A leletezésnél akkor te mindig meg szoktad azt is jegyezni, hogy kifejezetten vagy mérsékelten hipoehogén a gömb? Tehát mert sokszor azzal találkozok, hogy csak oda néz, hogy hipoehogén is kész. Tehát, hogy nincs egy külön kategorizálva, hogy most mérsékelten vagy nagyon. Hát akkor most... Hogy tegyetlen, melyik... Igen. Bocsánat.
Teljesen jogos a kérdés, abszolút jogos a kérdés, és a kérdés azért jogos, mert a guideline-ok egy része a csoportosításnál nem különbözteti meg, a másik része megkülönbözteti. És akkor mutatom, visszamegyek a PowerPoint-ra, mert van egy ezzel kapcsolatos ábrám, amiben a Gábor is benne volt, hogy miért nem különbözteti meg a guideline-ok egy része. Ez 123 göböt elemzett 7 vizsgáló, 4 szuper külföldi, meg 3 szuper magyar, közte a Kovács Gábor is, és ez azt mutatja, hogy mekkora volt a differencia, aki a legritkábban találta hipoehogénnek a nagyon hipoehogénnek köböt, meg aki a leggyakrabban. Közel 6-szoros differencia volt a vizsgálók között. Tehát azért nem szoktak a guideline-ok feltétlenül különbséget tenni, mert gyakorolt vizsgálók között valami elképesztő különbség van a megítélésben. És hogyha a 7-ből leszedem a 2 szélsőséget, akkor még mindig 4-szeres differencia van. És itt ezek nem kezdők voltak, hanem a 4 külföldi vizsgálából 3 tirat szerző volt, és a 3 magyar az meg több tízeres számot mutatott. Tehát azért mondom, hogy ez a probléma, hogy a kérdésedre a válaszom az, hogy én leszoktam írni, hogy nagyon hipoallergén vagy nem nagyon hipoallergén, csak az a probléma, hogy ennek a reprodukálhatósága rettentő gyatra. És akkor itt mutatok még egyet, ez a ugyanennek a vizsgálatnál, hogy mennyi volt a vizsgáló közti interobszerver variáció, szinte véletlenszerű volt az enyhe vagy súlyos hipoallergénitás között. Tehát mondom, 7 nagyon gyakorolt vizsgálónál, na most megszakadtunk, ugye? Na, akkor néhányan visszatértek. És Tamás, ez a nagyon nagy különbség egyébként akkor is megvan, hogyha azt használják, amit mondtál különben az elején, hogy ugye van egy elég jó referencia, hogy mihez lehet viszonyítani az enyhe elhogenitás, meg a kifejezetten a kétséget, tehát itt a izomhoz viszonyítjuk. Akkor is mutatkozik ez a nagy különbség. Figyelj, biztos, hogy ha mindegyiket lemérnénk minden göbnél, akkor nem mutatkozna. Csak itt visszautalok arra, amit biztos sok információ van honlapon, az ember elfelejt néhány dolgot, hogy valójában egy kis távolságtartással kell élni. Tehát úgy tekintünk, mintha az útrangol, ami exakt atomfizika lenne, szó nincsen erről. Tehát azt már múltkor is emlegettem, és most is idézem ezt a Papinit, az egyike volt ezeknek a vizsgálóknak, hogy őt nem érdekli, hogy egy nagyon szép festménye milyen a zöldnek, meg a pirosnak az aránya, meg nem írja le direktbe, hogy nem tudom, a női alaknak barna haja, vagy nem tudom, hogy egészében értékeli a képet. Tehát ez az egész dolog, ez a dedukció, hogy itt most ez a tanfolyam arról szól, hogy a gyanús jeleket szálanként elemezzük, ez azt gondolom, hogy didaktikailag és sok szempontból fontos, de az egésznek az a lényeg, hogy a végén valahogy feledkezzünk meg ezekről. Mert hogyha kézenfekvő, amit mondasz, csak elképesztően megnövelni a vizsgálati időt. Tehát az, hogyha ezt le kéne mérni, lehet, hogy csak betegenként 1-2 perc, de valójában egy gyakorolt útrangvizsgálónál mondjuk nem feltétlenül tart 5 percnél tovább egy útrangvizsgálat. Szóval azért mondom, hogy ez a gyakorlatban azért nem használható. Amihez használható lesz, amitől egy kicsit tartok, de ez egy magánvéleményem, hogy a mesterséges intelligencia behozatalapa, mert az napirenden van, és az egyik legegyszerűbben a mesterséges intelligencia meghatározható dolog az pont az ehogenitás. És tehát ez azért egy reális dolog.